Kókuszos tekercs, muffin, képviselőfánk és sajtroló, ilyen és ehhez hasonló finomságok várták advent első vasárnapján a kilátogatókat a Makovec térre. Az Angyal Sóhaj Alapítvány jótékonysági sütikóstolója egy nemes célt szolgált. Stábunk is kint járt, és most megtudhatjuk, hogy mire gyűjtöttek. Az Angyal Sóhaj Alapítvány hagyományosan advent első vasárnapján a Makovec téren gyűjtött adományokat, amelyet egy sütikóstolóval kötnek össze. Vargáné Szalados Klára, az alapítvány kuratóriumi tagjai szakmai koordinátora stábunknak elmondta, hogy mire fordítják majd az így befolyt összeget. A fő cél az Erzsébet házban a fogyatékkal élők számára a mozgásfejlesztő teremben további mozgásfejlesztő eszközök bővítésére adna lehetőséget itt az adomány által ez a kis sütikóstoló, úgyhogy én bízok hozzá, hogy pozitív lesz itt a kóstolóknak, illetve a vendégeknek a hozzáállása, és így ebből a keretből fogunk tudni vásárolni a gyermekek, felnőtt fiatalok számára némi nemű mozgásfejlesztő eszközöket. Esetleg van-e már konkrétum? Kinéztek-e már valamit, amire nagy szükség lenne? Igen, készítettünk egy listát, kértük Kaszab Zsolt segítségét abban, hogy ő, mint a városban konditermet működtető vállalkozó, egy kicsit legyen a segítségünkre ebben a témában. Nyújtott is nekünk segítséget, különféle finom motorikai eszközök, különböző, tehát nem csak mozgásfejlesztő tulajdonképpen, hanem egy összetett képességeket fejlesztő játéksorozatra. Lesz bordásfal, különféle nyújtó eszközök, különféle lazító eszközök, úgyhogy várjuk majd ezeknek a beszerzését, illetve a január hónaptól indulva szeretnénk ezt, már most a szakmai programunk is kezd összeállni, hogy ezt tevőlegesen is használatba venni a fiatalokkal együtt. Tehát akkor még a fiatalok gyakorlatilag azok kipróbálták már a ház nyújtotta lehetőségeket, vagy még egyelőre összeállítás alatt áll számukra a program? Ott a megnyitó alkalmával volt lehetőség, akik megjelentek, kipróbálni némi nemű eszközöket. Nagyon nagy öröm fogadta, amik már jelenleg rendelkezésre állnak, de a további, tehát nem volt még alkalom arra, hogy tulajdonképpen rendszerességgel ezt próbálhassák, ez január hónaptól kerülne erre sor, természetesen kibővítve azokkal az eszközökkel, amiket majd így a kóstoló által, az adományok által fogunk tudni megvásárolni. Az eseményre civilek és különféle szervezetek, nyugdíjas klubok is készültek, sütöttek. Kíváncsiak voltunk, vajon milyen finomságokat kínáltak, és miért tartották fontosnak, hogy a jó ügy mellé álljanak. Kenyeret hoztunk, a kislányom hozta hamis marcipános sütemény, lalakifli, és ilyen mézes pogácsa még, meg valami édes sütemény még. Hósapka. Na, igen. És miért tartják fontosnak, hogy csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez? Sérült fiatalok miatt. Az évfolyészt a sérült fiatalokat fogja össze, de ahhoz, hogy szakemberek tudjanak foglalkozni vele, ahhoz szükség van az Erzsébet házra. És mi a tapasztalata az évfolyésznek itt Makón? Mennyien vannak vagy a környékben, akiknek szüksége lesz majd erre az intézményre és az itt nyújtott szolgáltatásokra? Sajnos nagyon sokan vannak, és nem is mindenki tudja, hogy van ez az évfolyészklub és lesz az Erzsébet ház, úgyhogy minél nagyobb hírverést kellene nekik csinálni, hogy sokan jöjjenek. Már több éve itt vagyunk, tehát nem ez az első év, és most is az ismerősök közt volt éppen elég jelentkező, és úgy gondoltam, hogy akkor jövünk. Azért tartom fontosnak, mert adni jó dolog, és szép, és ha tudunk, akkor adjunk, segítsünk. Milyen süteményekkel készültek így a mai délutánra, estére? Csináltunk, van, aki mézes kalácsot hozott, van, aki sajtos tallért hozott, lestemkőben még mindet nem érkezett ide, van
van tekercsünk, lekváros tekercsünk, és én, mint új képviselő, képviselőfánkkal készültem. A Ne felejts népdalkör miért tartja fontosnak, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez? Hát egyértelmű, hogy az Angyal Sóhaj alapítványhoz már. Tavaly is sütöttünk, az idén is sütöttünk, sőt, mindenképpen támogatjuk őket, a mozgáskorlátozottakat. És milyen süteménnyel készültek most? Finom mézes sütöttünk, soroljátok. Megyes, piskóta, van minden, ahogy az másik egyesület már. Zserbó is van. Öt félét sütöttünk a Ne felejts népdalkörből. Rude János kertbarátkörtől jöttünk, én mesealmás sütöttem a kis kolléganőm muffint, kókuszost és ilyen lekváros kis pogácsát és ilyen kis kókuszos sintét, tekercset, ami egyszerű és mutatós megjelenő a társaság tövébe. És miért tartották fontosnak, hogy csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez? Segítünk segíteni az embereknek. Próbálunk ebben hozzájárulni a családoknak egy kis adományért. Végig, mert ha mindent megkóstolnék.